És mi a gorhideázunk egyet, az a kedvenc virágunk. Szia Szabolcs, vendégünk Megyeri Szabolcs. Szia. Hát a múltkor ugye a levendulákról volt szó, most meg az orhideákról. Igen, hát ahogy odakint egyre inkább hűl az idő, mindenki szeretne odabent is egy kis szubtrópusi, trópusi hangulatot teremteni. Hát ezek az orhideák, különböző tillantjelek, illetve bromíliák, hát alapvetően szubtrópusokról, trópusokról származnak. Hát valahol... egészen különleges darabokat hoztál itt nekünk, nem is mondanám meg róla, hogy orhidea. Én klasszikus orhideát nem is látom. Azért vannak ott, a legismertebb orhideák, hát ezek a különböző hibrid orhideák, például mondjuk a phalaenopsisok, ezekből hoztam egy nagyobb virágú, illetve hát ilyen kisebb virágú változatot is. Ezek eredeti élőhelyükön úgynevezett ilyen köderdőkben élnek, tehát ilyen epifita, fánlakó, fennlakó növények, és hát valahogy egy száraz lakótelepi lakás között, és akkor a köderdők között... Akkor ezek élősködők? Hát élősködők, de hát, tehát annyiban élősködők, hogy megkötik a levegőnek a páratartalmát, de azért más növényeknek a szerves anyagtartalmát azt nem szívják el. És akkor hova kell rakni? Fürdőszobába? Hát vagy fürdőszobába, csak általában a fürdőszobák azok Magyarországon legtöbb helyen ugye sötét helyek, úgyhogy a legjobb, hogyha mondjuk a gyerekünk megunta a guppi tenyésztést, akkor elszedjük tőle az akváriumát, és egy ilyen kis floráriummal alakítjuk. Vannak ilyen speciális orhidea földkeverékek, amik hát igazából ilyen különböző, ilyen... Szabolcs, csak hogy értsem, hogyha nem akarom eldugni az én megvásárolt orhideámat a fürdőszobában, ahol csak reggel és este vagyok, akkor hogyha ilyen kis terráriumot készítek, akkor akár a nappaliban is lehet. Pontosan. Az orhideám? Ezek szerint az orhidea az, hogy életben maradjon, nem az a lényeg, hogy mennyi szeröntözöm, hanem az, hogy ilyen jó párás levegő legyen körülötte? Pontosan. Az benne a nehézség, hogy többször kell kevesebb mennyiségű vizet kiutatni neki, és nem szabad öntözni. Tehát az mit jelent hát a többször kevesebb? Tehát igazából Magyarországon a legtöbb orhidea az a túlgondoskodásba pusztul bele. Edina, az enyém. Igen, mert ugye a kedves házasszony az hazamegy, és jól alaposan megöntözi. Hát ezt nem szabad, hiszen gondoljuk csak bele, hogy az eredeti élőhelyén is ugye az eső, ami folyamatosan ugye esik, abból tudja megkötni a maga számára szükséges páratartalmat. Hát építsünk most föl egy ilyen kis De mondd el akkor, hogy mit csináljuk az orhideával, hogy gondozzuk, hogy elkezdted, hogy akkor az az esőszerű dolog, hogy tudom én megoldani otthon, hogy öntözzem? Pontosan, hát nem öntözni kell, hanem párásítani kell. Párásítani. Igen, ma már ugye vannak beltéri, illetve kültéri párásítók, hát akinek ilyen nincs, annak mindenképpen van ilyen, azt gondolom, minden háztartásban ugye vasalló mellett is ott szokott lenni. Spricceljük rá vizet? Spriccelgetni kell, és akkor szépen a levelén keresztül fölveszi. Az a fontos, hogy folyamatosan nedvesen kell tartani. Ez de milyen, nem szabad, milyen talaj? Ez gyakorlatilag ilyen fenyőkérekből és ilyen mindenféle ilyen speciális szerves anyagból összeállított, kifejezetten orhideák, bromíliák, illetve tillantják számára. Most látszik, hogy ugye ez nem is igazából talajban él, hanem ugye ilyen korhadék lakónak is szokták ezt mondani, és akkor ezek után nagyon fontos vigyázni a levelére, illetve a nagy virágára, utána el lehet is szép. Nem, hanem csak ezt az összekötő gyökeret, vagy mi az? Nem, csak azt a madzagot. Ez a madzagot, amivel így összekötöttünk. Na most itt ilyen is az a fontos, így van, ez a tillantia uzneoides, hát így csúnyább nevén, vagy szebb nevén, hát spanyol moha, ami 3-4 négyzetméter és ilyen telepeket is képez. Hát ezt azért úgy Magyarországon nyilván nehéz utánozni. Hazamegyek és a lakást így benövi. Igen, de hát kiválóan rá lehet tenni egy ilyen kis faágra, és akkor nagyon szépen be tudja nőni. Na most itt is, mint akár a kinti virágágyaknál, arra kell odafigyelni, hogy egy nagyon bazári hangulatot ne teremtsünk. Tehát sok nő esik abba a hibába, hogy egy lila virágot, egy fehéret, stb. Inkább... Tehát mondjuk ezt a különlegességet már ne rakjuk mellé? Hát ezt még mondjuk mellé lehet rakni, mert ez a kettő ez annyiban különböző, hogy itt inkább sok kicsi virág van, itt pedig egy-egy nagyobb. Egy és nagy. Ugye az orhideáknál a legfontosabb szempont, hogy mitől fog újra virágozni, hát ugye tudni kell, hogy itt alapvetően Magyarországon inkább a nyári időszakban a vegetatív részeit, tehát a leveleit hozza, és a téli időszakban ugye ilyenkor... Pontosan a virágokat. Akkor még van remény, hogy az enyém is virágozni fog otthon. Na, Edina. Igen, hát arra kell odafigyelni, hogyha itt mondjuk az egyik virág mondjuk elvirázik, hát nekem most nincsen szívem leválni, gondolom nektek sem, akkor itt szépen azt vissza lehet vágni, és akkor a következő ügyekről folyamatosan. És az igaz, hogy nem kell az ágakat levágni, tehát így az elszáradt ágakat, mert ugye az orhidea saját magának megoldja azt, hogyha már valami nem kell neki, akkor az szépen úgy elszárad, leesik, és így nem kell állandóan. Ez pontosan ez a télvégi tavaszi időszakra igaz. Tehát amikor ez mondjuk már teljesen visszaszáradna, akkor érdemes tőben kivágni, de alapvetően ilyenkor ősszel, illetve a tél első időszakában csak mindig az elszáradt virágokra kell koncentrálni. Nagyon köszönjük. Még meggondolom, hogy vásárolok-e magamnak. Igen, eléggé babrás.
Igen, de alapvetően egy nagyon könnyen fenntartható a növény, hogyha ezt a pár apró trükköt tudja hozzá az ember. És gyönyörű. Köszönjük szépen. Köszönöm.